érincs meg, vigasztalj, Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk. Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a kikötő a sorsú tengerén. Tavasz vagy a délután, bíró virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Vendégem a stúdióban a Varga Miklós, Toldi Tamás és Pálinkás Gergely, szervusztok! Szia! Jó estét! Ugyebár Magyarország abban a kiváltságos helyzetben van, hogy rövid idő után, 2021 után ismét hazánkba látogat Ferenc pápa. Ennek tiszteletére született az imént látott és hallott Magyar Fohász 2023 című szerzeményetek. Röviden elmondanám az előjáróban, hogy itt a fő ötletgazda Rétvári Bence államtitkár úr volt. Ő keresett meg téged, Tamás, az ötlettel, hogy alkossatok valamit. Kettőtöket keresett meg. Igen. Hogyan indult be ezek után a munkafolyamat? Kezdhetem én? Hogy? Hát elég gyorsan kellett cselekednünk, mert egyébként az államtitkár úr nyárra datálta ezt a pápa látogatást. Tehát, szerencsére hamarabb érkezik. Igen, aztán kiderült, hogy április vége, úgyhogy gyorsan kellett cselekedni. Egy demót fölvettünk Gergő barátommal, szerzőtársammal, Balassa Gyarmaton Ember Péter barátunk segítségével. Aztán Bence ránk bízta, államtitkár úr rám bízta, hogy kik legyenek a szereplők, a főszereplők, és ezután átadtuk egy igazi profinak az irányítást. Ő Szűcs Norbert zenei producer, aki a hangfelvételt is, a végső keverést, a végső hangszerelést és a videoklipet is elkészítette. De más is beszéljen, úgyhogy átadnám. Igen, itt hozzád is fordulnék, Gergely, hogy hát kis túlzással egy szál gitáros kísérettel érkezhetem meg a stúdióban, ahol aztán jócskán kibővült a hangszerelés, csatlakozott Szirtesedén, a Mókos is hozzátok. Magát a dallamvilágot azt hogyan jellemeznéd, mire törekedtél? Én egyébként inkább jazznótákat és bosszanovákat, szózenéket szerzek, de amióta kaptam egy szép dobgitárt, és a Tamás mindig megjegyzi, hogy sikerült a komfortzónámból kimozdulnom, és ezáltal inspirálva vagyok az ilyen nótákra. Nehéz erre magyarázatot találni, hogy sikerült ez a nóta. Maga az akkordmenetek és az egyéb ötletek már bennem megvoltak, csak valahogy nem találtam meg a dala helyét, és azt gondolom, kellett ez a magasztos feladat és a Tamás segítsége, hogy megfelelő szöveggel útjára kelljen. És nyilván az előadók, Keresztes Ildikó, Vastag Csaba és Varga Miklós esett a választás. Miklós, gondolom itt az évtizedes közös szakmai múlt kapcsán egyértelmű volt, hogy igent mondasz egy ilyen felkérésre, de mégis mi átszódik le ilyenkor egy emberben, amikor egy ekkora volumenű felkérést kap? Hát amikor Tamás átküldte a kész dalt, mármint úgy kész, hogy demo dalt, és kérdezett róla, hogy tetszik-e egyáltalán, hajlandó volnék egy ilyen dologba részt venni. Én bennem rögtön az ugrott föl, hogy tehát a Tamás fölkért, meg se hallgatom a dalt, meghallgatás nélkül is igent mondtam neki. És amikor meghallgattam a dalt, akkor azt mondtam, hogy hújra betyárját. Akkor még egy igen. Akkor ebben benne kell lenni. Ebben mindenképpen benne kell, mert rögtön első hallásra érezni lehetett, hogy ebben a dalban nagyon sok minden benne van. Azt én bátran kimerem jelenteni, hogy mindhármatok számára nagyon fontos a keresztény értékrend. Az eddigi munkásságaitokban ez mennyire kapott teret, vagy nagyobb hangsúlyt? Tamás, tőled indítom most. Bújtatva nekem
megjelent direkt módon annyira nem, de sok szövegemben, főleg amit Miklósnak írtam, de például amit Gergővel, például Csárinak írtunk egy dalt, ott is megjelenik, de kifejezetten most ugye ez volt a feladat, úgyhogy de mindig ott van, tehát hogy nem biztos, hogy direkt módon rejtve, de azért ott van ami értékrendünk mindenképpen. A dalhoz láttuk az imént forgatott klipet is, és egy nagyon hosszú nap volt mögöttetek, jól tudom, hajnali 2-ig dolgoztatok, de szerencsére az isteni kegyelem az végig kísérte ezt, ugyanis a külső helyszínes forgatásokat sikerült esőmentesen lebonyolítani. Hogyan zajlott ez a nap, Miklós? Hosszú volt, fárasztó, de a végeredményt tekintve megérte. Tehát mindenképpen egy nagyon látványos, szép videó és egy vállalható videóklip készült, ami aztán a közösségi oldalakon történő reakciók ezeket bőségesen visszaigazolták. A pápa látogatás ideje alatt ez a szerzemény hogyan fog majd eljutni a közönséghez? Hol lehet majd hallani? A közösségi médiában is. Meg a címzethez, bocsáss meg, hogy... De én még az előző dologra visszacsatolnék, ugye van az örök közhely, hogy de nagyon igaz, hogy isteni a dicsőség. Az életünkben hogy jelent meg? Én azt gondolom, a Jóisten mindig feladatokat és egy pici nehézségeket is ad, hogy tényleg bebizonyítsuk neki, hogy igazán szeretnénk ezt a valamit, és akkor teljesül minden. Én ezt raknám még az előbbi gondolatokhoz hozzá. De a kérdésedre válaszolva, az államtitkár úr azt írta nekünk, hogy ugye a maga pápavárás, a helyszíneken lesznek nagy kivetítők, és ezeken a kivetítőkön fog reményeink szerint menni sokszor. Úgyhogy minden helyszínen, úgyhogy ilyen formában fog eljutni, valószínűleg az arénába is el fogják játszani. Ha összesíteni kellene, Miklós, ezt tőled kérdezem, akkor a pályafutásodban hová helyeznéd el ezt a dalt? Hát ez erre most nagyon nehéz olyan választ adni, ami mindenkinek megfelelő. A legutolsó és nagyon nagyszerű produkció az életemben. Többiek, uraim? Én rengeteg, írtunk sok nótát, de én azt gondolom a Tamással, és ezt többször megbeszéltük, hogy talán ez a szerzői pályafutásunk most legfontosabb, és azt hiszem, hogy sokáig, vagy örökre ez marad. Igen, áll a Jóistennek, van már egy-két arany és platina lemez ott a falainkon, de ilyen különleges szerzemény, ilyen különleges emberekkel, és hogy tényleg egy isteni gondviselés kísérte végig ezt a munkát, a legkülönlegesebb alkotásunk szerintem. És reméljük, hogy még minél több ilyen szerzeményt hoztok el nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzá. Mi is köszönjük a meghívást.